A Bács-Fekete-hegyi Kultúrotthon adott otthont a hétvégi egészségügyi konferenciának. A tanácskozáson 130-an vettek részt Magyarországról és Vajdaságból. Mondd el nekik, amit el akarsz mondani. Gyermek ellenesség, korunk pusztító járványa. Ezzel a Sokatmondó című előadással indult a napi program. Kellermeyer Miklós, a Pécsi Tudományegyetem szakemberének gondolatai szerint közösségi felelősséget kell vállalni a gyermekek ébren töltött óráiért. Őt Németh Mária követte, aki egyetemi magántanárként a Jó nevelés a legjobb nemzeti politika címszóval fogalmazta meg álláspontját. Jó nevelés nincsen érett szülők nélkül, és nincsen iskola nélkül. És hát természetesen nincsen társadalmi környezet nélkül sem, de ez a kettő, mégis az előbbi kettő az alapvető. Farkas Emil, a MET vajdasági tagozatának elnöke elmondta, nem először feszegetik a család, a gyermeknevelés, a gyermekvállalás témakörét konferenciáikon. A legfontosabb cél a példamutatás jelentőségének hangsúlyozása. Erre kell törekedni, ez úgy látom, itt egyértelműen minden előadásban megfogalmazódott, hogy példaértékűen kell viselkedni, tehát egy jó család nélkül nincs jó gyereknevelése lehetőség. A rendezvény házigazdája Pál Károly volt. A Feketics Művelődés Egyesület elnöke elmondta, arra törekednek, hogy ezeket a konferenciákat akkreditálják, így még nagyobb hangsúlyt kaphatna ez a rendezvény. Nagyon fontos az, hogy a mai téma is egy olyan téma, amely valójában arról szól, hogy miként tudunk itthon megmaradni. Tehát a gyermekekről szól arról, hogy gyermek nélkül nincs jövő. A MET 1993-ban alakult Kárpát-medencei magyar egészségügyi dolgozók összefogásából. Céljuk minden egészségügyi szakember megszólítása, egymás segítése, a magyarság egészségi állapotának javítása.